Patika előtt sorakoznak a páciensek, arra várva, hogy bejussanak. Nyíregyházán sem volt hiány ilyen jelenetekből az elmúlt napokban. Néhány napja rendelet szabályozza, hányan lehetnek bent egyszerre a gyógyszertárban, ezért alakulhat ki várakozási idő a belépést megelőzően. Az általunk megkérdezett Patika vezetője arról számolt be, hogy tapasztalataik szerint az emberek megértik a szigorítást, és felszólítás nélkül maguktól is betartják a frissen meghozott szabályokat. A gyógyszertárakban kialakult készlethiány miatt ugyanakkor sokan csalódottak. Az elmúlt napokban azt vettük észre, hogy körülbelül 3-4-szeresére nőtt a különböző készítmények fogyása. Ezek közül a C-vitamin, D-vitamin és az immunerősítők azok, amik nagyon nagy mértékben fogytak, és ezekből átmeneti termékhiány is alakult ki. Szerencsére az elmúlt napokban már elkezdett rendeződni, tehát a különböző utászolgálatok is meg tudták hozni a megnövekedett igények ellenére az árut, ezáltal kezd visszaállni a normális rend a gyógyszertárakban. A kereslet fellendüléséhez a gyógyszerkiváltás egyszerűsödése is hozzájárult, mivel a nagykereskedők nem tudtak előre felkészülni a helyzetre, a készletet sem sikerült felhalmozniuk, a készítmények beszerzése pedig most hosszabb időbe is telhet. Egy-két napnál többet ugyanakkor jellemzően nem kell várniuk a betegeknek a megvenni kívánt gyógyszereikre. Nagy Zsombor arról is beszélt, hogy megnehezíti a kiszolgálást, ha az azonos hatóanyagú helyettesítő készítményt valaki nem fogadja el. Ellátási érdekből pedig az is előfordulhat, hogy nem adnak ki egyszerre annyi mennyiséget, amennyit a páciensek ki tudnának váltani. Közben kézfertőtlenítőhöz, szájmaszkhoz is nehezebb most hozzájutni a patikákban. Érdemes próbálkozni, mert folyamatosan rendelik a gyógyszertárak, folyamatosan jönnek hírek arról, hogy érkezik is egy-egy szállítmány belőle, csak itt is, hogyha valaki túl nagy mennyiséget akar venni, akkor gyakorlatilag egy óra alatt fel tudják vásárolni a készleteket. Itt is ugyanez szokott lenni, hogy ahogy mi is kevesebbet kapunk, így beszoktuk osztani, hogyha valakinek fertőtlenítő kell, akkor nem egy literrel adunk, hanem 2-3 deszit, amivel ugyanúgy egy hétig, egy hónapig meg lehet oldani a problémát. Az Infostart cikke szerint a gyógyszer nagykereskedők a hétvégén is dolgoztak annak érdekében, hogy a késedelmes szállításokat csökkentsék, illetve megszüntessék. A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke szerint, amennyiben a betegeknek sikerül önmérsékletet tartania, az orvosok pedig megfogadják azt a kérést, hogy átmenetileg legfeljebb 1-2 havi adagot írjanak fel vényre, a napokban helyreállhat a folyamatos készletutánpótlás.